Tisztult Szombathely. A Vasi megyeszékhely szervezetei és lakói is kivették részüket az országos Teszed személygyűjtési akcióból. Jó részt üdítős dobozokat és rengeteg eldobált cigarettacsikket szedtek fel az önkéntesek. A csónakázótó környékén a helyi szépítő egyesület tagjai még illegális szemétlerakóra is bukkantak. Valóban itt a csónakázótónál találtunk egy eléggé komoly területet, ahol rendkívül sok szemét volt található. Hát ezt próbáltuk minél jobban felszámolni, úgyhogy így sikeresnek tartom ezt a mai napot. Amiből a legtöbbet találtunk, az a PET palack. És azt beszélgettük éppen, hogy az a probléma, hogy közel-távol nem lehet találni olyan helyet, ahol ezt el lehetne dobni. Vagy ezt rendszeresen ürítenék. A belvárosi Gájer Park és a Kressz Park környékén a Szavária Rehab Team munkatársai és korábban hajléktalanként élők gyűjtöttek szemetet. Azért veszek részt ebbe az akcióba, mert úgy gondolom, hogy talán valamit könnyítek azon a helyzetre, hogy más szemmel is nézzék a hajléktalanokat, a sorstársaimat, hogy szemetelünk is, de azért valamit teszünk is, megpróbálunk tenni. 25 fős volt a szociális szervezet szemétszedő csapata. Korábban is takarítottak már itt a Teszed akció keretében. Tapasztalatuk szerint most kevesebb volt az eldobált hulladék a parkban. Kellemes meglepetésünkre a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb szemetet kellett összeszedni. Hát bízunk benne, hogy tanulnak belőle a szemetelők, hogy szépen ki van tisztítva, és mindig kevesebb szemét gyűlik össze. A Szavária Rehab Team nem csak az országos akciók során vállal részt abban, hogy minél kevésbé legyen szemetes a város. Minden hónapban többségében szemétszedés, takarítási munkálatokat végeztünk, illetve végzünk, ezzel is így a szemléletüket is formálva, illetve a társadalom szemléletét formálva ezzel, hogy önkéntes munkát végeznek a hajléktalan személyek. A zsákokba halmozott szemetet a városi hulladékkezelő szállította el a gyűjtőpontokról, így zárult a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akciónap Szombathelyen.